belső kontroll és integritás az önkormányzatoknál címmel rendezett konferenciát a közigazgatási és igazságügyi minisztérium, az állami számbevőszék, valamint a Pest megyei kormányhivatal. A rendezvény célja, hogy az önkormányzatok világosan lássák, mennyire fontos a működés megfelelő szabályozottsága, emellett tudják, hogy milyen kockázatokra kell figyelniük. Vendégem a stúdióban Tarnai Richard, a Pest megyei kormányhivatal kormány megbízottja. Jó estét! Jó kívánok. estét kívánok! Nos, a mai beszélgetésünk apropója pedig nem más, mint egy konferencia, mely igazából az önkormányzatok adósságátvállalás utáni időszakáról szól, pontosabban a belső kontrollról. Hogyan működik ez a belső kontroll az elmúlt időszak tapasztalatai alapján? Mind az állam, mind pedig az önkormányzat közpénzekkel gazdálkodik, ezért a közpénzek elköltésének módja, és az annak a teljesen törvényes módja, az egy elsődrendű feladat. Az állami számvevőszék az a szerv, amely ellenőrzi mind az önkormányzatokat, mind pedig az államot a tekintetben, hogy ez valóban törvényesen történjen, és valóban hatékonyan történjen meg, tehát minél kisebb ráfordítással, minél jobb eredményt lehessen elérni. No, az állami számvevőszék elnök helyettese Varvasovszki Tihamér úr ezért jött el hozzánk, és ezért mondta el azokat a tapasztalatokat, melyeket a most már kibővített állami számbevőszéki törvény alapján nagyobb lehetőségekkel rendelkező állami a a tapasztalatok először is arról számolt be, hogy nagyon jó volt az a módosítás, ami a 2010-es kormányváltás után megtörtént a parlamentben, ugyanis korábban nem volt szankció a jogszabályban. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az állami számvevőszék megvizsgált egy önkormányzatot, megvizsgált egy állami szervet, és azt mondta, hogy ilyen és ilyen hiányosságok vannak, vagy ilyen és ilyen hibák vannak, kérem kiavítani. Azt mondta az illető polgármester, vagy az illető vezető, hogy jó, berakta az asztalfiókba, és nem történt semmi. 2011. június 1 óta, amikortól hatályos ez az sarkalatos törvény volt az alaptörvény után. Attól kezdve 30 napon belül intézkedni kell az adott szerv vezetőjének, adott esetben polgármester vagy igazgató elnök, attól függ, hogy milyen szervezetről beszélünk, és ki kell javítani a hibát. Ráadásul e tekintetben az állami utóellenőrzést is tarthat, magyarul megvizsgálja, hogy tényleg megtörtént-e a szankciónak való megfelelés, magyarul tényleg kijavították e a hibát. Sokkal erősebb tehát a törvény. Ezt Mennyire van, alkalmazkodnak az önkormányzatok ehhez a szankcionáláshoz, vagy ehhez a szabályozáshoz? Nem arról van szó, hogy az állam különböző nagyon szigorú szabályokat akar az önkormányzatokra vagy az állami szervekre tehát saját magára aggatni, hanem arról van szó, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás az egy nagyon komoly felelősség. Ugye azt láthattuk az elmúlt években, évtizedekben, hogy a szocialista kormányzás állat, különösen, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás medertelenül folyt éppen most is friss bírósági ítéletek vannak e tekintetben, mondjuk Budapesti polgármesterek és polgármester esetében is láthatunk ilyet, mert hogy nem sajátjának tekintették ezek a vezetők a pénzt, és szórták ezt a pénzt. Mostantól kezdve 2010 után egy teljesen szigorú világ jött, az állam nagyvonalúan fordul az önkormányzatokhoz, majd erről talán lesz egy lehetőség, hogy pár szót szólni, de mellé pedig szigorú szabályok vannak, nem lehet eladósítani egy önkormányzatot, egy települést, egy várost, és sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak a gazdálkodásra. Na, ennek a betartását ellenőrzi a kib bővült hatáskörrel rendelkező állami Egy korábbi konferencián az állami számvevőszék elnöke Domokos Lajos azt mondta, jobb működés alapja a rend, létezik már ez a rend az önkormányzatoknál, vagy rá tudtak állni erre, a, erre az új világra az önkormányzatok? az átalakítás, amit a közigazgatás átalakításának kívünk, és talán a, a, kedves nézők számára ez olyan misztikusnak tűnik, arról szól, hogy mind az önkormányzati világ, mind az állami világ az ott élő emberek szolgálatában áll, az ott élő emberek igényeit kell kielégíteni, és teljesen mindegy, hogy valaki önkormányzati mezben teszi ezt polgármesterként, hivatali dolgozóként, vagy egy állami szervnek a vezetőjeként, vagy munkatársaként, a közszolgálat mindannyiunknak a közös ügye. Ezért a korábbi az önkormányzatokra rakott feladatokat, amihez az állam nem adott pénzt, csak azt mondta, hogy végezd el ezt az állami feladatot, kedves önkormányzat, ezeket visszavettük az önkormányzattól, és ezeket az állam látja hiszen állami feladat, lásd az okmányirodai feladatok, útlevél, jogosítvány, stb. 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 Az önkormányzatoknál maradtak a klasszikus önkormányzati feladatok, és az ehhez szükséges finanszírozás is tisztább lett, sokkal tisztább lett a kép, és egyértelmű lett a felelősség. Az adósság átvállalásról pedig nem is beszélve, hogy a jövő tavasszal zárul, majd február végén zárom majd a teljes adósság vállalás, Azért lényegesen jobb kondíciókkal vághattak neki a következő éveknek az önkormányzatok. Igaz, mondjuk új szabályozások is várnak rájuk. Azt gondolom, hogy a nézők közül rengetegen vannak olyanok, akik adóssággal rendelkeznek, és hitelük volt. Most gondoljanak bele a kedves nézők, hogy egyszer csak azt mondanám valaki, hogy kifizetjük az összes adósságukat. Az önkormányzatok adósságát, amelyet valóban az ott élő emberek érdekében vettek föl, terek jöttek létre, járdákat hoztak létre, egy csomó jó dologra vették föl, de mégiscsak az, hát az orsz... esetek többségével hát Reméljük, hogy feltételezzük a jót, hogy mindenhol így történt. Tehát ez jó célokra lettek föl, de csak adósságok, amelyek növelik az ország adósságát, emiatt nem tudtunk korábban előbbre jutni. Most az állam rendezte az IMF felé Magyarország adósságát, ez nulla forint, most pedig az önkormányzatok adósságát is kifizeti, és február 28-tól nulla forint lesz minden önkormányzat adóssága. Ez azt jelenti, hogy a 2014-es költségvetésre minden önkormányzat nulla forintos adóssággal fog ráfutni. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb vonalú és, és, igazán jelentősebb gesztust az utóbbi 50 évben nem tett egyik kormányzat sem az önkormányzatok felé. Most ez a fidesz kdnp és kormányzat ezt meglépte. Ez kétségtelen, viszont a megmaradó büdzsével az önkormányzatok kénytelen kerületlen fejlesztések irányába kell, hogy induljanak. Ez lenne egyébként az ára az adósságát vállalásnak? Arra buzdítjuk az önkormányzatokat, hogy élénkítsék a helyi gazdaságot, magyarul keressék meg azokat a lehetőségeket, azokat a befektetőket, akik hajlandók abba a térségbe jön, és hajlandók ott megtelepedni, és hajlandók ott beruházni, hiszen ezzel valóban, ahogy ön is mondja, hozzájárulnak a település működéséhez, anyag. Is, illetve a munkaerőpiac tekintetében is. Magyarul a legjobb polgármesterek és a legjobb testületekkel, hogy ott legyenek a településen, hiszen ha jól végzik a dolgokat, mivel most már egyértelműen övék a felelősség, akkor az a település fejlődni fog, ha nem így lesz, akkor pedig nem. Úgyhogy itt most már nem lehet elbújni, az állam megtette magáét, kifizette az önkormányzatok hitelét, és ettől kezdve az önkormányzatnak úgy kell gazdálkodni, mivel a hitelfelvétel az rendkívüli korlátozott módon vehető csak igényben mostantól kezdve, hogy valóban hitel felvétel nélkül a gazdaságot helyben fölélinkítve, amit a kormány országosan már megtett, most helyben ők is. Annyit áruljon még el így a beszélgetésünk végén, hogy mi, az a, mi az, a, ami az a, amit kérnek az önkormányzatoktól. Tehát megvan ez határozó, hogy mekkora jellegű, mekkora volumenű fejlesztéseket várnak el cserébe, amit teljesíteni kell, mondjuk egy éven belül. Nem, nem ilyen szigorú szabályok szerint történik a, a kompenzálás. Tehát magyarul az állam azt mondja, hogy kifizeti az adósságokat, az önkormányzatok adósságait, és ezért cserébe azt kérjük, hogy valóban az ott élő emberek érdekét figyelembe véve ne vegyen föl hitelt az adott település, még egyszer mondom, hogy sokkal szigorúbb lett az utóbbi időben, illetőleg tegyen meg mindent az önkormányzat annak érdekében, hogy ott a gazdaság beinduljon. Ha ezt országosan meg tudta csinálni a kormányzat 2010 óta egy nagyon nehéz világ és európai környezetben, akkor ezt egy jó önkormányzat is meg tudja tenni ott helyben. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm beszéktes. szépen én is.